Járda épül a Gárdonyi Géza utcában, lakosság és önkormányzati összefogással valósul meg a beruházás. Még van idő leadni a mérőóra állásokat, a szolgáltatók augusztus 15-ig hirdették meg a rendkívüli bejelentési időszakot. Versenyben a legszebb konyhakertek, a zsűri nemrég megtartotta a szemléket. Nyári tábor a Merbaunál, tematikus napokat szerveztek a dolgozók gyermekeinek. Köszöntöm Önöket, ez a Halas Televízió híradója augusztus 10-én, kérem tartsanak velünk. Forgalomváltozás lesz a Kuruc-Vitézek terén, holnaptól nemek szokásból közlekedjenek az arra járók. A Városháza ma adta közzé a tájékoztatást, mely szerint augusztus 11-től, vagyis e hét csütörtöktől a Kuruc-Vitézek terén egyirányúvá válik a forgalom, a víztorony kereszteződésétől jobbra, az óvoda előtti szakaszon, végig a Kuruc-Vitézek tere 26-os számú lépcsőház utáni kereszteződésig. A tájékoztatás szerint megkezdődik a lépcsőházak előtti feljárók kialakítása is. Kérnek mindenkit, hogy körültekintően közlekedjenek. Már a munkálatok vége felé tartanak, térköves járda épül a kertvárosi Gárdonyi Géza utcában, lakossági és önkormányzati közös finanszírozással valósul meg a 2 millió forintos beruházás, az új járda segítségével az óvodát is könnyebb lesz megközelíteni. Járda épül Halason a kertvárosban, a Gárdonyi Géza utcában, az új óvoda közelében. A beruházás költségét az ott élők és az önkormányzat közösen vállalták. Itt egy lakossági és önkormányzati összefogásból megvalósuló járdaépítés folyik. Egy pár hete, aminek nagyon örülök, hogy a lakosság emeli az ügy mellé állt, és anyagilag is a projekt részesévé vált, hiszen Kiskunhalas városában egy pár éve ez már elterjedt, ugye, hogy nem csak az útépítésben, hanem a járdaépítésben is, ha van lakossági szándék, akkor az önkormányzat is mellé teszi a saját támogatását, és megvalósíthatók az ilyen álmok. Ez egy 2 millió forintos beruházás, amelynek 50-50%-ban voltak részesei a résztvevők. A járda építése sokak közlekedését meg fogja könnyíteni, ezért örülnek annak, hogy összefogással sikerült megvalósítani. Biztonságos közlekedés szempontjából, gyalogos közlekedés szempontjából óriási jelentősége van, hiszen hogyha elképzeljük azt, hogy helyett a járda helyett itt nem volt semmi, vagy ennek a helyén nem volt semmi, itt a babakocsival az anyukák az úttest szélén tudtak csak közlekedni, és fokozottan megnőtt az igény arra, hogy itt az óvoda megépítése után az óvodát is könnyebben elérhetővé tegyük. Illetve hát azok a tulajdonosok, akik ezekben a társasházakban laknak, természetesen az ő mindennapjaikat is segíti a járda, úgyhogy ez ilyen össznépi jóság. Az önkormányzati képviselőnek még vannak tervei a kertváros és a választókörzet további fejlesztésére is. A fennálló nehézségekkel is tisztában van, és próbál megoldásokat keresni. Nekem is vannak ötleteim. Van, amikor én keresem meg az adott helyszín lakóit, és természetesen várom a környékbeli, a kertvárosi, illetve a körzetemben lévő lakosoknak az igényeit. Tudom, hogy most a külterületen élőknek az úttal nagyon sok problémájuk van, azt is megpróbáljuk kezelni, de ebben a szárazságban szinte lehetetlen a földutakat rendben tartani, a folyóhomokot. Nagy az érdeklődés, Halason nemrég több szociális bérlakást is meghirdettek. A lakások többsége az Erzsébet királyné téri nemrég felújított társasházban található. A lakásokat ma délután nézték meg az érdeklődők, és tájékoztatást kaptak a feltételekről. A pályázatokat legkésőbb augusztus 11-én, vagyis e hét csütörtökön 17 óráig lehet leadni a Városházán. A pályázatokat a tervek szerint szeptember 26-án bírálják majd el. Ezt követően kapnak értesítést a leendő lakók. A témára a napokban még részletesebben visszatérünk. Új cserepek kerülnek fel, megújítják a Tócai Rostás László cigány közösségi ház egyik épületét. Az elmúlt években az ingatlannál, ahogy mód nyílt rá, végeztek kisebb-nagyobb felújításokat, most ez a tető került sorra. Az épület többféle funkciónak is helyet tud adni, a beruházásról a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adott tájékoztatást.
Ez a harmadik épület, amit a Nemzetiségi Önkormányzat felújított, ugye a tetőszerkezetet, ez igazából önerőből lett neki egy része, ugye ez a település önkormányzatnak a tulajdonát képezi, a kisebbségi önkormányzat 1 millió 800 adott a felújításra, és a települési önkormányzat pedig 1 millió 500 ezer forintot. Ez nagyon hasznos nekünk igazából, mert különböző rendezvényeket, van tárcházunk, igazából nyári programokat tudunk szervezni, és nagyon hasznos, hogy ezek itt nekünk szépen fellettek újítva. A Magyar Úszószövetség a közösségi oldalán tette közzé, hogy kiváló hangulatú, eredményes megbeszélés zajlott Kiskunhalason. Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó, a szövetség elnöke személyesen találkozott Fülöp Róbert polgármesterrel. Az egyeztetésen részt vett Török Enikő sportszakmai csoportvezető és Novotny Attila vezetőedző is. A posztban olvasható, hogy Kiskunhalas termálvizének hála egy új, minden igényt kielégítő tanúszoda építése és a víz több célú felhasználása kiváló megtérüléssel kecsegtet. A szövetség a már javában zajló tanúszodaépítési program tapasztalatait felhasználva segít majd a tervezés és kivitelezés előkészítésében. Ez pedig rajtkő lehet ahhoz, hogy hamarosan a halasi gyerekek is bekapcsolódhassanak az Úszó Nemzet programba. Még lehetőség van a mérőórák rendkívüli bediktálására. Az MVM Next Energia Kereskedelmi ZRT minden érintett ügyfelének lehetőséget biztosít a mérőállás bediktálására augusztus 15-éig. Ez megtehető online vagy telefonon is. A cég a tájékoztatójában felhívja a figyelmet arra, hogy a rendkívüli diktálás nem kötelező, és a kedvezményes kereten belül fogyasztó ügyfeleinek nem is fontos mérőállást rögzíteni a rendkívüli időszakban. Amennyiben az ügyfél augusztus 15-éig nem küldi el az aktuális mérőóra állását, nem érheti hátrány. Ebben az esetben becsült érték alapján számlamegosztás történik. A július 31-éig elfogyasztott és az augusztus 1-től elfogyasztott energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán, tette közzé az MVM. Az esőmentes hetek okozták a legnagyobb gondot. Kiskunhalas 2022-ben is csatlakozott az országszerte nagy népszerűségnek örvendő legszebb konyhakertek versenyhez. A zsűri tagjai a napokban vették szemügyre az érintett földterületeket. A szakemberek több szempontot is megvizsgáltak az értékeléskor. Akkor jó helyen járunk, látom. Kiskunhalasi kerteket vesznek szemügyre a zsűri tagok. Városunk idén is csatlakozott a legszebb konyhakertek versenyhez. A szakemberek több szempontot is figyelembe vettek az értékeléskor. A leglényegesebb dolog a kertnek a miensége, tehát hogy gondozott, ápolt, milyen növények vannak, a növények milyen fejlettségi állapotban vannak. Ugye lehetőleg ugye a mostani nagyon meleg időszakban, hogy a növények megfelelő víz utánpótlást kapnak-e. Ez nagyon sok helyen látszódik az, hogy a nap olyan meleg sugárzása van, hogy a légköri aszály miatt a levelek megperzselődnek. Ez főleg ilyen csemegekukoricánál, meg burgonyánál már ez nagyon látszódik. A 19 kiskunhalasi nevező között volt Szipán Ferenc is, aki saját bevallása szerint annyi időt tölt nyaranta növényei gondozásával, amennyit csak bír. Ha kell, reggeltől estig kint van a szabadban. Két előnye is van ennek. Az egyik az, hogy reggel a hajnali órában, amikor locsolok, akkor kellemesen fázhat az ember ebbe a rekkenő hőségbe, ez egyszer biztos, hogy jó. A másik meg az, hogy az a megtermelt gyümölcs, ami itt van, tehát akár a paradicsom, vagy paprika, vagy borsó, bab, ezeknek az íze egészen más. Tehát azok a gyümölcsök, amik a fán vagy a szárukon érnek, annak az idő, az zamata, az összesen hasonlítható a bódba vásárolta. Eszméletlen mennyiségű borsó volt. Ebben a kertben is komoly gondokat okozott az esőmentes nyári időszak, ettől függetlenül azonban a tulajdonosoknak nem lehet okuk a panaszra. A napraforgótól kezdve, ami ilyen dísznövény inkább, az is szaporodik, de azért próbáljuk mindig írtogatni. Virág, kardvirágtól kezdve, őszi rózsától minden virág van, amit tulajdonképpen a temetőkbe hordunk, a templomokba, tehát ezeknek a díszítésére használjuk ezeknek. Paprika, paradicsom, burgonya,
karaláb is volt, káposzta, borsó volt, vöröshagyma, fokhagyma, tehát tulajdonképpen minden van, ami a családhoz kell, sőt még volt egy nagyobb elemi saláta. Antóni Sándor az egész nyarat kertjében töltötte, a szárazság az ő munkáját is megnehezítette. Nagyon rosszul, nagyon. Szóval szinte kapálok, locsolok, de gazd meg aztán gyűnvilágnak. Jó idő van. Hát sajnos sokat kilocsolni. A halasi zsűri elnöke azt mondja, a kerttulajdonosok büszkék lehetnek saját teljesítményükre, hiszen a kánikula ellenére is szép területeket láttak. Nagyon szépen látható ezeknek a kerteknek a gondozottsága, és látható még az is, hogy sok termés is van rajta, csak amik későbbiekben jönnek elő, most az zöldségféléknél nem volt ez gond, a gyümölcsféléknél ugye látható, hogy sok helyen gondok vannak. Most a szöllőnél is előfordul már, hogy lisztharmat fertőzés. Hát reméljük, hogy többi kerteknél sok mindent láthatunk még. Először rendezte meg nyári táborát a Merkbau ZRT. A cél az volt, hogy az óvodai iskolai szünetben hasznosan töltsék el az időt a dolgozók gyermekei. A végkúria ideális helyszínnek bizonyult, amelyet 20 gyerkőc foglalt el. A szervezők tematikus napokkal készültek, de ezek mellett sok játék, fagyizás, csocsózás és kézműveskedés is szerepelt a programban. Sok mindent csináltunk, és tegnap csináltunk macikát, és nagyon jól érzem magát. Halász Marci, a Merkbau nyári tábor legfiatalabb résztvevője beszélt nekünk arról, mi is volt a program. A végkúria ideális helyszínt jelentett a gyermekek számára, a szervezők pedig igyekeztek minél változatosabb elfoglaltságot találni a fiataloknak. Húsz gyerek van a táborban, 9 fiú és 11 lány. A célja igazából az volt, hogy egy kicsit segítsünk a kollégáknak, hogy nyáron meg tudják oldani a gyerekfelügyeletet, hiszen ez nem könnyű abban az időszakban, amikor a gyerekek óvisok meg kisiskolások még. Abszolút pozitív a visszajelzés, mindenki azt mondja, hogy nagyon elfáradtak a gyerekek minden nap végére, és nagyon hálásak is a szülők, hogy megszerveztük ezt a tábort, és igen, odafigyelünk arra, hogy egyre több családbarát intézkedés legyen nálunk is. Volt muti, hol dolgozol napunk is az idén, az is nagyon népszerű volt, és elnyertük a családbarát munkahelyi díjat is már az idén. Miért raktam le az kártyázás, csocsózás és rengeteg játék szerepelt a programban. Ott jártunk idején, tematikus napot tartottak, Olaszországról kaptak információkat a gyermekek, karnevált is szerveztek, amire nagyon készült mindenki. Egyik legjobb barátnőm kifesti az arcomat a karnevárra. Én választottam, és ilyen csillag, meg ilyen hangjegy, meg talán még virágok is lesznek rajta. Jól érzem magam, és egyik fogócskáztunk, bujócskáztunk, meg vonatosat játszottunk. Rúzsa Blanka és barátnője Setrel Alexandra Eszter is az alkalomhoz illően öltözködött. Csináltunk ilyen tetkókat, és itt az arcunkat, és csináltunk, sokat kézműveskedtünk, meg arcot is festettünk ma, és azért választottuk ezt a jelmezt, mert otthon tegnap néztem, és akkor én találtam ilyen parókákat, és akkor gondoltam, hogy én ennek fogok költözni, és akkor reggel pedig behoztam a többi jelmezt, és akkor mondta a Panni, hogy ő is bolt szeretne lenni, és ezért lettünk pohócok. Én nagyon örültem, hogy Blanka nekem adott egy ilyen jelmezt. Nagyon jó sok program volt, és voltak arcfestések, bulik, és ami nagyon tetszett, hogy volt ilyen filmvetítés, és csináltunk ilyen medvéket is. A hangulat ilyen vidám volt 5 napon át, biztosak lehetünk benne, hogy jövő nyáron lesz majd folytatás. Most megmutatjuk újra önöknek a ma este legfontosabb témáit. Járda épül a Gárdonyi Géza utcában, lakosság és önkormányzati összefogással valósul meg a beruházás. Még van idő leadni a mérőóra állásokat, a szolgáltatók augusztus 15-ig hirdették meg a rendkívüli bejelentési időszakot.
Versenyben a legszebb konyhakertek, a zsűri nemrég megtartotta a szemléket. Nyári tábor a Merbaunál, tematikus napokat szerveztek a dolgozók gyermekeinek. Kedves nézőink, ez volt a Halas Televízió hírösszefoglalója augusztus 10-én szerdán este. Köszönjük, hogy minket választottak, kérem tegyenek így holnap is, 19 órakor jövünk majd a legfrissebb információkkal. További kellemes televíziózást, viszontlátásra! Thank you.